Kistarcsán az egykori internáló tábor falánál gyülekeztek azok, akik a kommunizmus áldozatai előtt kívántak fejet hajtani. A Simándi József általános iskola fúvós zenekara játszotta el a himnuszt, majd Tar György mondta el Váci Mihály versét. Ma sem volt könnyű élni. Nem lesz könnyű sosem. De érdemes volt. Mindig érdemes lesz, hiszem. Nehéz. És el kell fogadnunk, ki szemben áll velünk. És azokat elviselnünk, kikkel együtt menetelünk. Ütésük úgy eltűrni, hogy meg se tántorodj. A túloldal ne lássa, mint húszét táborod. Emelni, vinni vállon, ki gyenges már kidől, s mert rá is jut erődből, ledöfne, úgy gyűlöl. Naponként mosolyogni kínban, azok között, kik összetenik szemüket egy jó szavad mögött. Menni velük, már rég nem értük. Csak azért, mert e sereg iránya valami célt ígért. Velük és ellenükre, annyi közt egyedül vívni mégis azért, mi csak együtt sikerül. Mindez ma sem volt könnyű. Nem lesz könnyű sosem. De törvény előtt vállalt sors ez. Ha érdemes, ha nem. Megemlékező beszédet mondott Juhász István alpolgármester. Az áldozatokról emlékezünk ma meg. De kik is voltak az áldozatok? Természetesen először mindenkinek a elhunytak, a halálos áldozatok jutnak az eszükbe, akik, ha világszerte nézzük, akár a most is regnáló ázsiai diktatúrák áldozatait is beleszámolva, akkor több mint 100 millióra teltő a számuk, ami egy rendkívül nagy szám. Ők azok, akik meghaltak a különböző internáló táborokban, munkatáborokban, börtönökben, kínvallatások közben, akiket kivégeztek, vagy akik belebetegedtek abba, ami velük, körülöttük, szeretteiket történt. Vannak, akik megnyomorodtak. Vannak, akik családtagjaikat veszítették el, ők is áldozatok. Áldozatok az özvegyen maradt férjek és feleségek, az árván vagy félárván maradt gyermekek, azok, akik legszebb éveiket töltötték falak között. Ők is áldozatok, de úgy nézzük, az egész ország egy szűk körnek az áldozata volt ebben a rendszerben. Ennek a rendszernek a falai között kellett élni az életüket, ahol ember embernek volt farkasa, és nem tudhatták azt, hogy kiben bízhatnak és kiben nem. Áldozatok voltak azok is, nem felmentve őket a bűneik alól, akik azért cselekedtek rosszat, hogy családjukat vagy önmagukat mentsék. Nem tudhatjuk, nem érezhetjük, hogy milyen lehetett egy ilyen döntés meghozni, amikor el kellett dönteni, hogy mártírhalált halljon, vagy gondoskodjon magáról és szeretteiről, és ezáltal másnak ártson. Ők is mind áldozatok voltak. És miért fontos a megemlékezés? Miért fontos ez a nap, ami mondhatni egy viszonylag új emléknapnak tekinthető országunk történetében? Miért fontos ez a nap? Azért fontos az emlékezés, hogy egyrészt tiszteletünket tegyük az áldozatok előtt, másrészt egy mementó legyen ez a nap, hogy újra ne történhessen ez meg, hogy tudjuk azt, hogy mire kell odafigyelnünk ahhoz, hogy ne ismétlődjenek meg a múltban történtek. És ezért is fontos az a beruházás, ami nem sokára fog indulni Kistarcsán, nem messze tőlünk, a volt internáló tábor parancsnoki épületének helyén, egy emlékmúzeum, ahol mind a jelen, mind a jövő generációi megtanulhatják azt, hogy mi történt, hogy történt, és mi az, aminek nem szabad megismétlődnie. A következőkben a Kopjafánál koszorút helyeztek el az önkormányzat, az intézmények, a politikai pártok és a civil szervezetek képviselői. A
rendezvény zárásaként a résztvevők mécseseket gyújtottak az áldozatok emlékére.